Sziasztok! A közép- és észak-európai motoros túránk első részében átszeltük Szlovákiát, Lengyelországot és a balti államokat. Gyönyörködtünk természeti szépségekben, koborultunk UNESCO világörökségi helyszín után. Most pedig pattanjatok fel mögénk, és induljunk Skandináviába, vagy hazautban Németországba és Ausztriába. Tehát ott tartottunk, hogy lenyűgöztük motorjainkat a Tallinn-Helsinki kompott terében, majd este 7-kor már Finnország fővárosának belvárosában csatornultunk. Reggel ismét csövezés 4-5 megállót a villamoson, majd leltározzuk a kötelező látnivalókat. A Szenátor tér, Helsinki székesegyházában. Lazasz leves a piacon sült kolbásszal, kotrival. Sándornak ez kánaán. Nem kell ide motor, vagy repülő. El lehet jönni biciklivel is a szintén. A vasútállomás tere is megér egy misét. A timpanon alatt Concordia res parve crescunt. Aztán délben búcsút vettünk a Szenátor tér veterán autók kiállításától és rockzenekarától. Hey, little sugar, you're the guy in the street. I don't got a baby walker down the street. When I walk into your heart, I'm gonna leave. Time's gone, time's fantastic! Bravo! Még a mai nap át kell néznünk a 200 kilométerre levő ősi turkut, majd be kell csekkolnunk ugyanitt a Svédországba induló esti kompra. Helsinki turkó közte távolság 180 km. Az este 8 óra körül induló kompra hajtunk. Helsinkit elhagyva a Bakonyhoz hasonló domborzatú vidéken motorozunk végig, ahol szántók vannak, ott a tanyák, vöröses-barna épületek. Turku Finnország legrégibb városa a 13. században alapította. A turkai katedrálist 1300-ban szentelték fel, az ország első egyetemét, a turkai királyi egyetemet szintén itt alapították. Vasárnap délután Turku főterén. Nem kell ide sétáló utca, amikor a folyóparton is lehet andalogni. Megjött a jó idő. Velünk érkezik a tavasz Skandináviába, pedig már június eleje van. Nyílik a gesztenye Turkuban. Nálunk pontosan egy hónap ennyi van. Várjuk a behajózást a stockholmi kompra. Hölgyeim és uraim, este fél tíz van, és még fenn van a nap. Finnországban. Most hagyjuk el Turku irány Svédországba. Azért a kompon sem unatkozunk. Sándor hozott valami ír viszkit, elkísérünk helyi sörrel, hallgatunk a bárban egy kiváló gitárost, miközben este 10:30-kor alkonyi fényben elúszik mellettünk a balti tenger gyönyörű szigetvilága. Kabinunkból gyönyörű napsütése ugrasztott ki a hangszóró. Hatalmas kompunk reggel 6:30-kor kötött ki a svéd fővárosban, Stockholm. Hétfő reggeli Stockholm. Hajós emberek lévén már nyitás előtt egy órával ott toporogtunk az 1628-ban elsüllyedt Váza hadihajó múzeummal előtt. Gyönyörű parkját megszállták a sarki műveket, Jusko, Elena, ezek nem vadkacsák. A látványos múzeumról meséljenek a képek. Ez a konzervált fahajót még a fénytől is óblik el. Annak idején a már majd elkészült hajó tervezője meghalt, fiatal utódja nem mert ellentmondani a svéd királynak,
aki még egy ágyúfedélzetet rendelt a stabilitás rovására. A vízrebocsátás napján a felvitorlázott hajó egy szélroham hatására az ünneplő tömeg szeme láttára borult fel és süllyedt el, 30 tengerészt halálát okozva. A múzeum után irány a város központ. Egy árnyas parkban, a királyi palota közelében támasztottuk le motorjainkat. A 14 szigetre épült 700 ezer lakosú Stockholmot 53 híd köti össze. Stockholm különleges szépségű város. Soha nem voltam oda a nagyvárosokért, de úgy látszik ez még nekem is belefér. Látkép a királyi palotától. A Stortorget tér. Bevallom, ez a tér lenyűgöző. És pedig vissza a motorokhoz, irány Huszkvárna. Esti szállásunk, éjszakai szállásunk ott lesz. A motorok, kinyírók, traktorok hazája. Ezek a svédek nem szórakoznak. Azt mondja, hogy arra van Magyarország. És még néhány hely, ahol nem voltunk, Stockholmban. Észak-Velencéjének nem sok köze van olasz rokonához, mégis lenyűgöző. Szigetei jól megférnek a modern toronyházak régi épületekkel, a tengerágakban a hajók a kajakozókkal, hídjain zajlik a forgalom, még sincs zsupoltság, a látványosságokért nem kell sokat gyalogolni. Bármerre nézel a szépséget, rendezettséget, és természetesen a svéd gazdagságot látod. Lemenő napra lépünk a 135 km hosszú Vattentó déli végébe, Huszkvárnába. Délnyugatra tartunk Dánia és a Balti tenger felé. Teszünk egy kitérőt a dánok alapította Helsingborgba, az Öresund tengerszoros partján. Ide tényleg el szerettem volna jönni már sok-sok éve. A Szűz Mária templom tövében horgonyoztunk le. Az 1035-ben alapított Helsingborgba érkeztünk. Akkoriban még dán város volt, csak az 1300-as években foglalták el a svédek, aztán váltak hozzá. Vagy a dánoké volt, vagy a svédeké, de az 1700-as évektől kezdve már a svédeké egyértelműen. A városháza fő bejárati oldala. Should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. A mindössze 5 kilométer széles Öresund tengerszoros. Szemben Dánia. Még ilyen közel soha nem voltam hozzá. Helsingör városa. Ma reggel elgurulunk a mindössze 25 kilométerre levő Trelleborgba, ahol várjuk a becsekkolást a világ leggyorsabb kompjára. Trelleborgi kompterminál. Úgy néz ki, hogy a csodahajónk még nem áll benne. Az előbb alig találtunk egy kávézót, és kiderült, hogy a városközpont itt van a kompállomás mellett közvetlenül.
elhagyjuk Teleborgot. Elhagyjuk Skandináviát. Irány a Balti-tenger, irány Németország, Sasnitz. A 91x25 méteres, tehát közel futballpálya nagyságú monstrum, gyorsulunk, rock and roll! Két nap, 17 óra 59 perc alatt szállt át az óceán, 75 km per órás átlagsebesség. Ezzel megnyerte az Atlanti-óceán képszalagot. Neki sikerült? A Titanicnak sajnos nem. A mi útunk csak 2,5 órás lesz a Balti-tengerről a Keleti-tengerre, a német Sasnitzbe. Megérkeztünk Rügen-szigetre, Észak-Németországban. Skandinávia tehát lezárul. Üszvőtől, Felsőstől, 20 km híján eddig 3000 km-t fotóztunk. Ebből több mint 1200 km Finn és Svédország. Sasnitz. A tizedik napnál tartunk, s ma is bőven meg lesz a 400 kilométerünk. Elhagyjuk Észak-Rajna-Vesztfália termékenységságát. Az első, majd 300 kilométer a Germán-Lengyel-Alföldön eseménytelenül telt. Húztunk, mint a kanadai Varnibák Stockholmba. Wittenbergben protestáns emberek lődén el kellett zarándokózni. Hisz itt szögezte ki 500 éve, 1517-ben, az egyetemen hitoktató Luther Márton 95 tízisét a nagy templom ajtaját. Innen számítják a protestáns vallás kialakulását. A várost az 1930-as évektől hivatalosan is Lutherstadt Wittenbergnek hívják. Nem volt túl nagy szerencsénk az egész óváros, a templomok környékét sellették a kereskedők, ahogy a Biblia mondja, a kufára. Lesz neked reformáció. Aztán indultunk tovább Lipcsébe, szállásunkra. Megérkeztünk Lipcsébe, de lehet, hogy Merseburgba, mert a hotel neve Merseburg. Lipcse, Bach és Goethe városa az utóbbi évtizedekben nagyon szép lett, de beszéljenek az alkonyi esti képek. Az Európa, Carlos Santanától. Szakszofonnal. Aztán aludjunk, mert holnap vár ránk több mint 600 kilométer. Regensburg és Salzburg. A régi városháza. Wolfgang Goethe. És megvan a Tamás templom, ahol Bach karnagy volt. A Tamás templom karnagya. Már a szervezéskor tudtuk, hogy Lipcsétől szétválnak útjaink, Sándor ment le Münchenben élő lányát. Én sem voltam hajlandó rövidíteni, még soha nem jártam Regensburgban és Salzburgban. Versenyre a lezerhatos vadákat! Itt kéne lenne! Forduljon balra! Délután egykül éltem Regensburgba, amely már a romaiak is jelentős határvárosa volt. Gótikus katedrális a párjáték kétja, aztán itt végezték ki Lehel és Búcsú vezéreinket. Sétálhatunk a Duna legöregebb, az 1100-as években épült kőhídján, a híd szolgált mintául a prágai Károly hídnak. Középkori óvárosa a világörökség része. A Dom tér. Az öreg városháza. Aztán irány Salzburg. Igen, ott az Alpok, én már látom. Your head.
remélem jó felé megyek, de ez fantasztikus város. Németország tehát lassan letudva, jöjjön Ausztria egy kis Alpokkal és a Dunával, a mindannyiunk szívecsücske. Itt vannak itt a szalzaknak ez a csodás passítja. Turn right. Rendben. Strasbourg előtt 10 kilométerrel. Strasbourg. Itt már nincs ünnepi hétvége minden németeknél. Csak egyszerűen péntek este van. Hatalmas erőd a hegytetőn, Ausztria legrégibb városa, Észak-Rómája, az alkonyi szalzak folyó, Mozart szülővárosa, ünnepi játékok, barokk óváros, mi kell még? Ezt már nem lehet fokozni. Még a pékség is Mozartról szól. Wolfgang Amadeus Mozart. Ezt a fehér pólómat felejtettem Finnországba. Ezért a felvételért rohantam közben egész szalmat. A tűztorony. Salzburg után nem sokkal a Mondsee, egy igazi hegyinó. Ismét irány a Duna volt. Regensburgtól Bécsig még nem láttam a Dunát. Itt az ideje, hogy megnézem. Már tegnap délután a németeknél túl voltunk a 4000 kilométeren. Hurrá, meg lesz a 4500. Melk és a melki apátság a Dunaparton. Melktől lefelé, Kremszfelé, át a Vakaun. A környező Dunatáj és maga a kolostor is az UNESCO világörökség részét képezi. Na nézzük! Melk egy fantasztikus kis kirakat, picike belvárossal, fölötte trónol a hatalmas, 1089-ben alapított Benedeklendi apátság. Mehetnék a strádán hazáig, de nem. Végig fogok menni a Dunaparton, még ha esik akkor is. Át a Vakaun, ezen a világörökségi védelmet élvező 30 kilométeres festői völgyszeresen. Az esőről már két hete tudtam. De szeret engem a jó Isten. Amit fényképeztem melket, nem esett. Ide beöltöztem, elállt az eső meg. Aksteinvájra fönn a hegycsúcson. A Vakaú. Ezek az uszályok jobban haladnak, mint én. Pláne sokszor megállok fényképezni. Ott a sportkocsi hátul, ott van. Ahoj! Ahogy Kremszbe értem, elállt az eső. Teljesen normális. Nagyon köszönöm a főrendezőnek. Egyik nevezetessége, a Steiner torony. Már a régi város kapuja is lenyűgöző, két oldalán tornyokkal. Aztán átsétálsz alatta. Egy kilométer hosszú sétáló utcáját különböző színű, de nem hivalkodó barokk épületek szegélyezik. Közepettáján a kiváló zongorista csak ráadás.
Dankeschön. A Kremstön Sopronil maradt közel 200 km. A szemmerkélő eső ellenére akár eseménytelen is lehetett volna, ha Bécs előtt nem ront rám egy égszakadás. A szinte esti sötétség és a hatalmas vízátfolyások miatt mindenki menekült le az útról. Itt már nem volt kedvem kamerázni. Tehát az utolsó. Az első és kedves vendéglátóm Dóra Marasztelebben a fantasztikus Sopron környéki zsirai vendégfogadó. Hatalmas udvar egy arborétum. Aztán jöhet a maradék 150 km. A Somló, ha van egyáltalán számomra mítikus hegy, akkor ez az. A túloldalán mindössze 15 km-re születtünk Sándorral és még két testvérem. A faluvégi tópartjáról képzeletünk a Somlóra és távoli tájakra repített. Sándor fantasztikus kör tervezett napi 400 km-es átlaggal, én csak a kulturális látnivalóként voltam a felelős. Szinte minden városközpont a UNESCO világörökség része volt. Az út minden kilométerét imádtuk. Oda lenn a Balaton, meg én feszem. Elköszönt tőletek a két, összesen 140 éves utazó, Györfi Gyula és Györfi Sándor.